A gyulai román iskolában szeptember 2-án hétfőn rendeztek tanévnyitó ünnepséget. Az intézményben összesen 450 tanulóval indulhat el a tanév, közülük 34 első osztályos kisiskolás kezdi meg tanulmányait, a gimnázium 9. osztályába pedig 47 tanuló nyert felvételt. Az elmúlt évhez képest több mint 30-al nőtt az iskola létszáma, az elmúlt 5 évhez viszonyítva pedig 140-nel. Nagyon törekszünk a hasznosítható nyelvtudás átadására. Nyilván egyrészt a román anyanyelv közvetítésének az erősítésére, de ugyanakkor az idegen nyelvek palettáját is fokozatosan bővítjük. Az angol nyelvet minden diák tanulja, és általában a 10. évfolyam végéig sokan nyelvvizsgát szereznek. Az eseményen szóba került a felsőoktatásba jelentkező diákok kötelezettsége is. Nekik már nyelvvizsgával kell rendelkezniük a sikeres felvételihez. Az iskolában szeretnék elérni, hogy a diákok akár több nyelvből is igazolni tudják nyelvtudásukat középiskolai tanulmányaik végén. Nagyon fontos, hogy meglegyenek azok az intézmények, amik tovább éltetik a nemzetiségi kultúrát, a nemzetiségi hagyományokat. Ez az iskola élen jár ebben a tekintetben, és ráadásul igazi közösségépítő erőként is működik, hiszen itt a diákok között is, és a diákok és a tanárok között is rendkívül bensőséges, nagyon jó kapcsolatok alakulnak ki. Így azt gondolom, hogy mind oktatás szakmailag, mind pedig emberileg rendkívül magas színvonalat képvisel, büszkék vagyunk rá. Az intézményben a nyáron is zajlott a munka, az épület egyes részei ugyanis korszerűsítésen estek át. 50 millió forintos kormányzati forrásból megújult az iskola előtere és díszterme, valamint több folyosó burkolatát is kicserélték. Az évnyitó ünnepségen Soltész Miklós államtitkár is részt vett, aki beszédében a fiatalokhoz és a szülőkhöz közvetítette gondolatait. Nagyon fontos, hogy mi szülők, önök bízzanak a pedagógusokban, persze ez oda-vissza is kell, hogy érvényes legyen, tehát a pedagógusoknak is minél több segítséget kell megadni a szülőknek sok-sok nehézségükben, de hogyha a legtöbbet akarjuk kihozni gyermekeink nevelésében, tanítatásában, akkor elengedhetetlen az, hogy összefogjanak és az iskolának partnerei legyenek. A köszöntő beszédek végén az iskolában megújult belső tereket is megtekintették a jelenlévők, és az elsősök is elkezdtek ismerkedni az új környezettel.